Taps fogadta az emlékfal leleplezését, az alkotás szőlőmotívumokat használva mutatja be az iskola elmúlt 40 évének legjobb tanulóit. Az intézményt éppen ennyi ideje, 1983. szeptember 1-én vehették először birtokba az akkori diákok és pedagógusok. Nagyon gyerekközpontú iskola vagyunk, és a szlogenünkből talán, hogy itt ötös lehetsz. A mostani ünnepségre régi pedagógusokat és igazgatókat is meghívtak a szervezők. Ők azt mondták, 40 évvel ezelőtt egy igazán összetartó dolgozói kollektíva kezdett dolgozni az iskolában, és most is nincs ez másként. Mi augusztus 1-től augusztus 31-ig takarítottuk és rendeztük az épületet, mert szeptember 1-én, vagyis augusztus 31-én itt volt az országos tanévnyitó értekezlet, tehát arra készültünk, vártuk a gyerekeket. Igazából sokan fiatalok voltunk, azt kell, hogy mondjam, talán az átlag életkor ilyen 30-31-2 év volt. Az iskolában egyébként egy héten keresztül ünnepelték a kerek évfordulót, mások mellett flashmobbal és retro tárlattal is készültek. Pénteken pedig az órák már 20, míg a szünetek 40 percesek voltak.